ez már a game, amit most vesz le. Ez már a vízszintes elem, ami emelhető egy munkahelyen tetején. Hát úgy lehet, hogy nagyon munka, mert nem lesz nekünk képkezelőknek. A kollégait az 5 tonnás, vagy a, igen, a 8 tonnás előttem harcol a kolléga, de mi a Hyundai meg én ide C-vágányra vagyunk állítva. Most teszik fel a darufülkét. Ez a darufülke. Most összecsatolják a felső vázzal. És utána fogják a forró zsámolyjal a felső vázzal összecsatolják. Szerintem. Igen. És utána egyszerre fogják feltenni. Ő micsoda dizájnos fülkéje van neki, mint egy helikopternek. Nagyon dizájnos. Fülke mögött van az egész vezérlő berendezés, minden. Láttam majd, hogy a gémet is összeállították lent, ha volt hely, de itt nincs hely. Lehet, hogy még az első tarot ráteszik, mint a gémet. Valószínű igen, mert itt az első gémtar még itt van. Na majd meglátjuk. Láttam majd, hogy az egész felső vázat a gémmel együtt, a nagyon hosszú gémmel együtt lent szerelték össze a földön, de itt nincs annyi hely. Valószínű, hogy a felső vázat, a forró zsámoly fülke, meg talán egy tarot még rátesznek lent, és úgy emelik a helyére együtt. Két szerelő elég jól el van ott fent. Amúgy itt lent szerelik a felső vázat, a többiek azok fenn előcsörödnek. Szép a kilátás, jó az idő. Már megy a melón le, mint ezerrel, mint állat. Valószínűleg be kell betonozni ezt a falat itt, amit itt be van zsaluzva. Majd az a gép mögött van, vagy négy alap, azt is be kell zsalúzni, szerintem. Most emelik fel a fülkét, a forró zsámolja. Nagyon érdekes, hogy a hajtómű és a fülcsörlő a fülke mellett van. Nagyon érdekes megoldás. Ott van a hajtó, az a piros hajtómű és a motor, valamint a nagy csörlő a fülke mellett van. Már össze van szerve, most emelik a helyére. Thank you.
Nagyon-nagyon lukat állaton találni bizony fent. Itt lentről lófacsal át. Az embereknek ugye kell irányítani. Az a lényeg, hogy a hosszú köd, minél hosszabb kötélen lóg egy súly, annál könnyebb mozgatni. Az a lényeg benne. Ezért van az, hogy a toronydaluknak, amikor emelnek a toronydaluk, emelnek egy súlyt, akár métereket lehet tonnákat mozgatni, bármilyen irányba, mert hosszú a kötél. Na, mindjárt helyén lesz. De azért nagy súlyod. Igazából teljesen mindegy, milyen helyzetbe teszik rá, mert a forgó zsámoly alatt fix. Az a lényeg, hogy minél kevesebbet kell itt tekerni ahhoz, hogy a csavar lukra találjon. Most van a helyén talán. Talán most van a helyén, igen. Most van a helyén. Gyakorlatilag már felépítették a toronydalut. Ennél magasabb nem lesz. Az már ott a vízszintes gémot a tetején a munkaengere megtámasztva. A piros munkaengere megtámasztva. Ennyi. A gémet még hozzáépítik, azt ennyi kész. Csak meg kell hosszabbítani már a gémet. Utána jön egy ilyen bizottság. Átnézni rajta minden csavart, minden hegesztést, minden kötelet, mindent. Utána engedik az üzembehelyezést. Mai ebédem egy nagyon finom pácolt hering majonézben és almás uborka darab, almákkal uborka darabokkal együtt. Lengyel, ez a Lisner egyébként az egyik legjobb lengyel márka ilyen halak tekintetében. Ez egy nagyon finom pácolt hering amúgy. Nagyon finom. Most ez túl nagy lesz az így. A legjobb. A legjobb.
nem túl ecetes. Nagyon finom. A pácolt herény az egyik legfinomabb étel egyébként. Minden formában. Na. Erre kiszom a temzét. Na. Ezen be van. Most látszik igazából a felépítése darunak. Nem tudom, hogy a kamera mennyire hozza vissza. A lényeg a vízszintes gém. Az emelhető avval a piros munkahengerrel, ami a fülke fölött van, olyan ferdén. Tehát ez nem troli darú, mert ha troli darú lenne, kiírne az utca fölé, és akkor köztet használati díjat kell fizetni. Ezért nincsen itt nagyon-nagyon ritkán látni, hogy ez a troli darút, amelynek van egy ilyen vízszintes gém, és azon egy ilyen futómacska mozog, mint ez a sárga például. Ez a sárga, ez troli darú. Látszik rajta, hogy a gém az mindig vízszintes, és az a futómacska az megy rajta közelebb vagy távolabb a gémtől. Ez a másik darú, ami itt van mellettem, ez olyan, mint amit most építenek. Tehát fel tudja emelni akár majdnem függőlegesre is a gémet a munkahengerrel, és ezért nem fordul ki, ezért nem fordul ki az utca fölé. Vízszintesre le tudja tenni a gémet, mint most van ezen most vízszintesen van a gém. De ha meghosszabbítják a gémet, akkor kiér már az utca fölé, nyilván. És akkor ugye önkormányzatnak fizetni kell. Ezért itt a darúknak a 90%-a ez a fajta darú, amelynek emelhető a gém munkahengerrel. Tehát van itt egy nagy olajszivattyú, elektromosan villanymotorra meg van hajtva, és az emeli a gémet, és úgy hozza magához közelebb a horog szekrényt. Tehát a gém emeléssel hozza magának közelebb mindig a horror szekrényt, míg a troli darú az egy sinen csúsztatja. Ott. Az egy sinen csúsztatja.
Egyébként ugyanilyen rendszerű daruk, például az autódarú is, ha megnézzük, az is ugye gémet, hogy emeli, úgy hozza magához mindig közelebb a horrorszekrényt, vagy a súlyt. Ugyanez a rendszer. Csak hát ez toronydarú van. Nagyon érdekes szerkezet, nem túl magas. Na. És akkor itt van, egy, most már meghozták, már le is pakolták azt hiszem a többi gém szerkezetet, plusz az ellensúlyokat, beton ellensúlyokat. Hát nagyon sok ellensúly volt, nézzük meg ezt a darut, hogy mennyi ellensúly van rajta. Hatalmas betontömbök. Hatalmas betontömbök az ellensúlyok. Na. Mostam elég rá a gém mögötti részt, amire majd az ellensúlyok kerülnek. Van egy ilyen fehér doboz, igazából az csak a legreklám feliratot, ami rajta van, LTC. És az van egy sínek, arra fognak kerülni majd az ellensúlyok. És most emelik rá. Négy darab vízszintes csapot kell betenni, az rögzíti. Hopp, alul már tesz is be. Alul már tesz is be a csapot. Milliméterre találkozni kell a lyukaknak, milliméterre. Semmiféle lötyögés, meg semmiféle tűrés határ nincsen. Annak passzolni kell. Most állítják bele a kazettába az ellensúlyokat. Gém már rajta van, a horrorszekrénnyel együtt. Most teszik bele az ellensúlyt. Már működik a daru, már fordul alá, tehát már áram alatt van, ő is segít, alá fordul, iszonyatos súly az a betontömb.
kapásból van, vagy 3 tonna ránézésre, vagy még több. Brutális súly van ott. Fordítani is kell, ugye? Most fordítja be irányba. Ezt a kurva. Ez a nem gyenge munka. Ilyenkor kell ám odafigyelni. Középre teszik a nagy súlyt, és a két oldalára még két kisebbet be tudnak csúsztatni. Állj, de lassan teszi bele, nagyon lassan, óvatosan. Benne van a kazettában, még alul kell átjönni a sínen. Talán, hogy arra ül rá, a sínre ül rá. Igen, inkább a sínre ül rá. Most fog ráülni. Igen. Igen, arra a sínre ül rá, és akkor két oldalra még betesznek kettőt. Két kisebbet. Most ül rá. És már meg is lazult a kötél, már rajta van. De átlátok alatta, nincs a helyén. Nincs a helyén. Nincs a helyén pedig. Átlátok alatta. Hogy mégis? Mégis. Úgy látszik, hogy mégis a helyén van. Akkor mégis a helyén van. Jó van. Akkor a helyén van. Utolsó elem kerül a helyére, ellensúly elem. Azt a helyen áll a csávó. Most emelőben
Ezt a kurva élet, micsoda munka ez. Most csúszik a helyére. És a helyén van. És a helyén van. Ennyi. A daru fel van építve.